Jó, visszafelé fordulunk, előkereskedünk. A legnagyobb sikere a szabadtéri tornaórának volt a Csúri általános iskolában, hiszen a testnevelés tanár bőrébe ezen a napon Béres Alexandra bújt. Az aktív iskolák program nagykövete a mozgás népszerűsítése mellett az egészséges táplálkozásra is nagy hangsúlyt fektet, hiszen, mint mondja, a kettő elválaszthatatlan egymástól. Az aktív iskola program ez minden, amiről én is szólok, amit én szeretnék átadni, akár a saját gyerekeimnek, akár minden gyereknek, hogy éljenek aktívan, mozogjanak sokat, figyeljenek az egészségükre, és hogy a mindennapi életükben olyan kis apró változásokat tegyenek meg, amik összességében majd összeadódnak és segítenek, hogy egészségesebb felnőttekké váljanak. A Csúri iskola ebben a tanévben csatlakozott az aktív iskolák közé. Az intézmény 110 diákja vehet részt azokon az eseményeken, amelyek a sportról és az egészséges táplálkozásról szólnak. A tantestülettel úgy döntöttünk, hogy vállaljuk ezeket a feladatokat, ami ezzel jár, és az éves intézményi munkatervünket is már úgy állítottuk össze, hogy abban kiemelt helyet kaptak ezek a feladatok, többek között a mai nap is, ahol az egészséges mozgásra és az egészséges táplálkozásra ösztönözzük a gyerekeket. Az aktív iskolák országos kezdeményezést tavaly indította el a Magyar Diáksport Szövetség. Ebben a tanévben már 300 intézmény csatlakozott hozzá, így az egészséges életmód alapjait 100 000-nyi diák sajátíthatja el.